Derinkegen vagyok. Az elkövetkező órában bemutatom önöknek Sol-Jazz Groove-ot, Amerika első szolárvárosát, és néhány olyan települést szerte az országban, amelyekben a napenergia hasznosítása már központi tényező. A történet az 1970-es évek végén kezdődik, amikor a Sol-Jazz Groove nevű kisváros radikális lépésre szánta el magát az évszázadok óta tartó áradások miatt. Egy Pet nevű bártulajdonos azt mondta, egyszerűen fel kéne markolnunk a várost, és át kéne vinnünk máshová. Radikális gondolat? Igen, de pontosan ezt tették. Újjáépítették egy magasabb terepen, és hoztak egy másik bölcs döntést is. Az új épületek fűtőrendszerét napenergiával működtetik. Az energiaválság akkor és most is fontos tényező, és mi építettük fel az első napenergiavárost az országban. Ez 30 éve volt, tehát mi vált be Sol-Jazz Groove-ban, és mi nem? Visszatekintve, másként is megoldhattuk volna? Hát persze, de a város akkoriban a pusztulás szélén állt. És mi a helyzet a napenergia technológiával? Lassan minden itt lakó beszerzi magának. Már nem azt mondják, hogy hé, vettem egy új Cadillac-et, hanem azt, hogy vettem új napelemeket. A történelem ma megismétli önmagát. 2007-ben az anyatermészet ismét lesújtott. Ezúttal egy tornádó söpörte el Kansas Greensburg városkáját. És ahogyan Sol-Jazz Groove lakói, az itteniek is bölcs lépéseket tesznek. Az első közösségi gyűlés egy héttel a tornádó után volt, és az emberek már is az újjáépítésről beszéltek, egy hétre rá, hogy elvesztették mindenüket. Ez valóban megrendítő volt. A napenergia városa. Wisconsin délnyugati része. Ez Norman Rockwell Amerikája. Barátságos, egyszerű vidéki házak, farmerpiacok és vasárnapi autókirándulások a termékeny föld végtelen útjain. A sík középnyugattal ellentétben Sol-Jazz Groove környéke tele van dombokkal. Almafaligetek nyúlnak a magasba, fent a folyóvölgy felett. Sol-Jazz Groove-ot az 1800-as években alapították. A Black Hawk háború során itt állomásozó katonákról kapta a nevét. Az évek során békésen gazdálkodó településé fejlődött, nyüzsgő belvárosi élettel. Amikor a vietnámi háború után a veterán Bill Becker le akart telepedni valahol, lenyűgözte a festői szépségű táj és az egyszerű életforma. Az Egyesült Államok hadseregében szolgáltam, újságírónak tanultam, végül Vietnámba kerültem és a háborúról tudósítottam. Azért mentem a békés Wisconsinba, hogy elfelejtsem a szörnyűségeket. Eleinte gazdálkodtunk, majd elkezdtem dolgozni a helyi újságnál, amit aztán végül megvettem. Ezzel új fejezet nyílt Bill életében. Csendes, nyugodt életet akart, dolgozni a farmján és írogatni a kis helyi lapnak Sol-Jazz Groove-ban. Tökéletes hely volt, hogy eltartsa családját, és valamikor majd nyugalomba vonuljon. De a nyugodt élet nem adatott meg. Sol-Jazz
Soldiers Grove egy folyó mentén fekszik. Éveken át a hatalmas Kickapoo folyó biztosította az ivóvizet, tette lehetővé az öntözést és a szállítást. De a folyó szeszélyes volt, és gyakran megáradt a nyári viharoktól. A város fennállása óta óriási árvizek pusztítottak Soldiers Grove-ban. Amikor a hatalmas mennyiségű eső feldüzzasztotta a folyót, a víz mindig elöntötte a régi belvárost. A hadsereg katonái évről évre részt vettek a mentőakcióban, és egyre komplexebb gát- és töltésrendszereket építettek, de végül mindig az anyatermészet győzött. Itt vannak a fotók, amiket akkoriban készítettem. Látja, milyen magasan állt a víz? Az 1960-as években Pauline Screednek volt egy belvárosi étterme. Minden árvíz egyet jelentett az anyagi csőddel. A víz lassan emelkedni kezdett, és láttuk, ahogy folyamatosan elönt mindent. És mivel egyre rosszabb lett a helyzet, el kellett hagynunk a házat. Térdig gázoltunk a vízben azon az éjszakán. A víz ellepte a pultot is, szörnyű nehéz volt kitakarítani mindent. A hadsereg katonái elszántan küzdöttek tovább. Összehívták Soldiers Grove összes lakóját a középiskola tornatermébe. Az asztalon ott feküdt egy még nagyobb töltésrendszer terve, de Bill Decker szerkesztőt nem nyűgözte le. A terv az építményeken alapult, és akkoriban épp az építmények kezdtek csődöt mondani. Nagyon drága volt, nehéz lett volna fenntartani. Volt egy Pat nevű bártulajdonos, aki azt mondta, hé, fel kéne markolnunk a várost, és át kéne vinnünk máshová. Mindannyian nevettünk, de úgy hajnali 3-kor felébredtem, és félálomban azt gondoltam, igen, tényleg fel kéne markolnunk a várost, és átvinni máshová. Elkezdtem dolgozni az áttelepítési indítványon. Azt javasoltam, hogy a töltésrendszer megépítése helyett fordítsuk ugyanazt a központi összeget a város újjáépítésére. Vadonatúj épületeket építünk, van rá anyagi fedezetünk, és örökre megszabadulunk az árvíztől. Bill megoldása egyszerűnek tűnt, de az emberek többségétől idegen volt ez a fajta gondolkodásmód. A hadsereg filozófiája akkoriban és lényegében még ma is az, hogy ha a folyópartján élő emberek bajba kerülnek, a folyót kell megrendszabályozni, megváltoztatni, csatornákba terelni, töltéseket építeni, gátakat emelni. És ezt úgy hívják, hogy műtárgyas árvízszabályozás. Mi be akartuk mutatni az ellenkezőjét. Ha az emberek konfliktusba kerülnek a természettel, az embereket kell elköltöztetni és hagyni, hogy a folyó úgy viselkedjen, ahogy egy folyónak kell. A város vezetőségének tetszett az ötlet, a hadseregnek nem. A mérnökök imádják a matematikailag kiszámítható terveket. Imádnak építeni, de egy város áttelepítése egészen más eset. Zavaros. Összefügg a szociológiával, a pszichológiával és a politikával. Olyan terep, melyhez a hadsereg nem szokott hozzá. Tehát az áttelepítés ötlete kellemetlenül érintette őket. Bill tovább nyomult, és a kivitelezés megoldását barátjára Tom Hirschre bízta. Tom szakképzett építész volt, alig néhány éve végzett az egyetemen. Egy egész város áttelepítésére nem voltak írott szabályok. Amíg Soldiers Grove-ban dolgoztam, anyám folyton azt kérdezte tőlem, nem építésznek tanultál? Nem ezért jártál egyetemre? Én azt válaszoltam neki, az építészek azokon segítenek, akiknek gondjuk van a lakhelyükkel. És itt egy település 600 emberrel, akiknek gondjuk van a lakhelyükkel, tehát az a dolgom, hogy segítsek. Volt egy másik gond is. Néhány üzlettulajdonos ellenállása. Az egész városnak döntenie kellett, dacára minden bizonytalanságnak. Az itteni emberek 73%-a alacsony vagy közepes keresetű volt. Nem egy gazdag, jómódú közösség, mely könnyedén meghozhatja a döntéseket. Azok, akiknek rossz a gazdasági helyzetük, kevésbé rugalmasak, és nem szeretnek kockázatot vállalni a problémák megoldásában, mert nem engedhetik meg maguk, hogy veszítsen. Aztán jött az 1978-as áradás, és minden kétséget elmosott.
Ez nem egy hömpölygő áradat volt. Három napig ömlött az eső a folyóvölgyben, és hatalmas mennyiségű víz halmozódott fel. Láttam, ahogy emelkedik a folyó. Hallgattam az időjárás jelentéseket, miközben a hadmérnökök azt ismételgették, a város biztonságban van, a város biztonságban van. Nem, nincs biztonságban. Már itt sem vagyok. Utána napokig arról szólt az élet, hogy felbecsüljük a mérhetetlen károkat, és megbeszéljük a gumicsizmát viselő emberekkel a helyreállítási munkálatokat. Még jó néhány napig térdig érő vízben gázoltunk. Az áradás mindenkit közös nevezőre hozott, de még inkább megnehezítette az áttelepítést. Soldier's Grove egy katasztrófa utáni helyzetben jött létre, és ez nem volt egyszerű. Azonnal cselekedni kellett. Megtettünk mindent, amit lehet, de ilyesmivel még sosem próbálkoztunk. Lebontani egy egész várost önmagában is nagy vállalkozás. Újjáépíteni azonban még nagyobb. Az áttelepítés lehetőséget nyújtott arra, hogy tiszta lappal induljanak, és olyan várost építsenek maguknak, amilyet akarnak. Az energiaválság még nem győzött felettünk, de ha nem cselekszünk gyorsan, győzni fog. Az 1970-es évek. Olajembargók, energiaválság. Az emberek többsége a megőrzést, a fenntartást tartotta fontosnak. A vidéki települések akkoriban tényleg rossz helyzetben voltak, és országszerte benne volt a levegőben a napenergia és energiafüggetlenség gondolata az 1970-es évek arab olajembargói miatt. Végül a település lakói is erre a gondolatra jutottak. Ha már új épületeket építünk, miért ne legyenek energiafüggetlenek? Fűtsünk napenergiával és csökkentsük az energiaszámláinkat. És megszületett egy úttörő jellegű rendelet, az új épületek fűtésrendszerének minimum a fele napenergiával működjön. De Wisconsinban vagyunk. Ez a hely nem a napsütésről nevezetes. Van itt értelme a napenergiának? Tom Hirsch, az áttelepítés koordinátora, látogatást tett Középnyugat vezető szakértőinél, a Rodney és Sidney Wright házas párnál. Vizsgálatot végeztünk a helyszínen, hogy lássuk, valójában mennyi napenergiához juthatnak hozzá. Wisconsin délnyugati részén a dombok és a hegyek elzárták a kilátást a tervezett városközpont alsóbb szintjei elől. Vizsgálat kimutatta, ha ezt korrigáljuk, meg lesz az elegendő napenergia az épületek fűtéséhez. Tévedés, hogy egy valóban napos helyen, Floridában vagy Kaliforniában kell élni ahhoz, hogy kiépíthessünk egy szolárrendszert. A passzív szolárrendszerek még a felhős napokon is képesek működni. De vajon készen állt-e ez a kisváros egy ekkora változásra? Tudomásunk szerint eddig még senki sem tett ilyet. Menet közben találtunk ki mindent. Mindig Soldier's Grove lakóinak érdekében és kívánságuk szerint cselekedtünk. Sok-sok olyan esti megbeszélés volt, amikor azt mondtam a város vezetőségének, ha azt akarjátok, hogy leálljak, én leállok. De ha azt akarjátok, hogy folytassam ezt a mindennapos őrült küzdelmet, folytatom. És ők mindig a folytatásra biztattak. Nagyon akarták. Nem mindenki egyezett bele azonnal, de meg kell mondjam, ezek az emberek farmerek voltak, és ők sokkal jobban együtt tudtak működni a természettel, mint a városiak. Ezért mégsem volt annyira idegen, mint egy városinak lett volna. Ők hozzászoktak ahhoz, hogy az időjárás az életük része. Ráadásul nem volt valami sok pénzük. Hogy engedhetne meg magának egy alacsony jövedelmű közösség egy drága szolárberendezést? A Wright házaspár megmutatta, hogyan lehet egy hagyományos építkezés költségeiből is megoldani.
Úgy gondoltuk, ha be tudjuk építeni ezeket a szerkezeteket a padlástérbe, hiszen padlásra mindenütt szükség van, és találunk hozzá méltányos áron alapanyagot, meg lehet oldani. El is neveztük ezeket napenergia tetőtereknek. És erre a napenergia tetőtérrendszerre áldozták a legtöbb költséget az újvárosban, a fűtésre. A napenergia tetőtérrendszer kihasználta az épület alapvető szerkezetét anélkül, hogy bármit is hozzá kellett volna tenni. Maga a tető formája volt a mi optikai rendszerünk. Sokan kételkedtek a működésében, ezért először azokat az épületeket vittük át, melyeket napenergia tetőtérrel akartunk ellátni. Így az emberek megnézhették az új házakat, láthatták, hogyan működik az egész, és megértették, hogy a napenergia jó dolog. Az újvárosban az első épületek egyike egy élelmiszerbolt volt, ahol bárki megtapasztalhatta a napenergia fűtés előnyeit. Amikor jöttek a kételkedő látogatók, mi, a házigazdák, felmentünk velük a lépcsőn, kinyitottuk az ajtót, és megkértük őket, hogy fáradjanak be a napenergia tetőtérbe. Mi persze ott maradtunk az ajtóban, ahol volt egy kis friss levegő, mert tudtuk, hogy mindjárt elkezdenek izzadni, hiszen odabent meglehetősen nagy a forróság. A paneleket úgy tervezték meg, hogy beszívják az alacsonyan fekvő téli nap melegét, és felül csapdába ejtsék, ahol számos ventilátor fújja át a meleg levegőt szerte az üzletbe. A kompresszorok meleg levegőjét is felfogják, és visszakeringtetik. Igen egyszerű rendszer, ami kiállta az idők próbáját. Az elmúlt 20-valahány év alatt csak két olyan tér volt, amikor be kellett fűteni a kazánt. Mit gondol, mennyi megtakarítást jelent a fűtésköltségek szempontjából? Nagyon sok pénzt. Miután az igazi úttörők felépítették az első 2-3 házat az új terepen, az emberek megnyugodtak, mert látták, hogy ez valóban működni fog. És amikor elszánták magukat, többségük az élelmiszerboltban bemutatott napenergia tetőtérrendszert építette be, de a rendszerek mindegyike más módon tárolta és osztotta szét a begyűjtött napmeleget. Jerry Moran Sheriff háza a város központjában két rendszerrel is büszkélkedhet. Nagyon sokféle megoldás van. Azt hiszem, nincs két egyforma rendszer. Itt a városban enyém az úgynevezett Scoble épület, és a mai napig használom a napenergia rendszereimet. Van aktív és passzív, van tárolási lehetőségem, napkollektorom, és mindkettőt használom a mai napig. Miután az építkezés befejeződött, Soldiers Grove turista attrakció lett. A helyi idegenvezetők sugárzó büszkeséggel mutatják be az Egyesült Államok első szolárvárosát. Ez az első napenergia város az Egyesült Államokban, ezért aztán özöllöttek ide az emberek. És mit gondolnak, itt választottak meg, hogy bemutassa az iskolásoknak és a látogatóknak a várost? Engem. Így hát megírtuk az egész történetét, és sorra jönnek a buszok a tanárokkal és a diákokkal. És a híre egyre tovább terjedt. Amikor az építkezés csaknem teljesen befejeződött, Don Stabler, észak-dakotai gyógyszerész elolvasott egy cikket, amely megváltoztatta az életét.
Valójában úgy történt, hogy megvettem a Patikai Hírek nevű újságot, és találtam benne egy cikket a Soldier's Grove-ról. Gyógyszertárakat akartak nyitni a városban, és írtak a napenergia rendszerekről, épületekről, lefestették az itteni életet. És olyan érdekesnek tűnt, hogy azonnal repülőjegyet foglaltam a feleségemnek és a két gyerekemnek, és a rákövetkező hétvégén már ide is repültünk, hogy körülnézzünk. Szombat délután érkeztünk, és vasárnap délután már mentünk is vissza Észak-Dakotába, és azonnal tudtuk, hogy ide szeretnénk költözni. Attól kezdve Don lett a város gyógyszerésze, sőt, néha az idegenvezető szerepét is vállalja. Ez itt az én házam. És a fűtés számlám az első 10 évben szezononként alig $600 volt. Több mint 50%-ot takarítottunk meg a napenergia tetőtér rendszerrel. Nagyon meg vagyok elégedve vele. Finom, meleg, száraz hűt ad. És a régi belvárost hatalmas parkká és kempingterületté alakították át, kirándulásra alkalmas helyekkel, sportpályákkal és nevéhez hűen katonai emlékművekkel. Azok, akik azt fontolgatják, hogy egy drasztikus mozdulattal áthelyeznek egy belvárost, fontolják meg ezt is. Jóval azután, hogy eltűntek innen az épületek, a Kickapoo folyó változatlanul rendszeresen megárad. 2007 nyarán az árvíz elérte a 2,5 méteres magasságot. 2008 nyarán ismét komoly áradások voltak a környéken. Soldier's Grove parkját és a közeli városokat teljesen elöntötte a víz, miközben az újjáépített település a napenergia fűtőrendszerrel érintetlen maradt. Soldier's Grove város ma nagy vonzerőt jelent azoknak, akiket érdekel a napenergia, és valami még ezen is túl. A Dvorzsák család 2004-ben költözött Soldier's Grove-ba a Milwaukee térségből. Ők sokkal magasabb szinten akartak együtt élni a természettel, a lehető legkisebb kihatással a természet világára. Jim Dvorzsák 2000 kataszteri holdon építette fel az otthonát, és egy pusztulásra ítélt épület anyagait használta fel hozzá. Hogyan jellemezni az otthonát? Egy oszlopokból és gerendákból álló csűr, ami a polgárháború után épült. Mindent újra felhasználtam. Csak a szögek és a beton alap a mai. Reggelente csak felszítjük a tüzet, ez biztosítja a fűtést télen. Van meleg vízkészletünk is, mivel a boilerben mindig van meleg víz. És a vizet a kútból hozzák? Igen, és csak beleöntjük ide. Ha szükségünk van rá, fogjuk azt a porceláncsészét, és kimerünk annyit, amennyi kell. Ennek az életmódnak mi a legnagyobb nehézsége? Nincs semmiféle nehézsége. Úgy terveztük, egy évig maradunk, de alig 2 hete voltunk itt, amikor rájöttünk, hogy nem megyünk vissza abba a kertvárosi életformába, aminek részesei voltunk. Igyekszünk harmonikusan együtt élni a természettel. Tehát főleg azt tesszük, ami a kertben terem. Maximálisan kiélvezzük, hogy ilyen gyönyörű helyen lakunk. Jó így élni. Sokan azt mondják, hogy kemény munkát jelent, de ha olyasmit teszünk, amit szeretünk, nem érezzük annak. Ezek itt a napelemek? Pontosan. Ez a második kiegészítő rendszer. Ezt pedig csak fent hagyom a házon, mert erre van kelet, tehát felfogja a reggeli napot. Tehát az összes energiát, ami a 4 fős családnak kell, ebből a 2 napelemből nyeri? Igen. A teljes költsége felszereléssel együtt $800. Csak a rendszer. És ha már fent van, nem kerül semmibe, igaz? Igaz. Térjünk vissza azokra az időkre, amikor felépítették a házat, és úgy gondolták, hogy csak egy évig maradnak. Amióta csak összeházasodtunk, ilyen kalandra vágytunk. Én azt hittem, hogy sokkal nehezebb lesz. És amikor idejöttünk, és láttuk, hogyan élnek itt Soldier's Grove-ban, rájöttünk, hogy nekünk is itt a helyünk. Amit nem fedeztünk fel, amíg ide nem költöztünk, az emberek közössége volt.
Ahogyan mi élünk, az egyáltalán nem szokatlan ezen a környéken. Az apám azt hitte, hogy a vadonba költözünk, és komolyan aggódott, hogy el leszünk vágva a külvilágtól egy teljes éven keresztül. És aggódott a gyerekek miatt, hogy nem lesznek barátaik. Aztán, amikor idejött, látta, hogy jó emberek élnek itt, és nem vagyunk egyedül. And we're going to give you the quantities for each of these. A is going to be 2, B, 4. Úgy tűnik, a dvorzsák gyerekek, Mátyás és Vilá elfogadták ezt az életstílust. Néhány óra otthoni tanulás után a természetben játszanak, ami sok városi gyereknek nem adatik meg. És nincsenek elszigetelve. A könyvtár, a görkorcsolyapálya, a barátok otthona csak egy bicikliugrásra van. Van egy ösvényünk, ami ott lent kezdődik, és felvezet a dombra, a csűrhöz. És most pedig a lovakhoz megyünk. Bár a dvorzsák gyerekek valószínűleg nem ismerik a legújabb sztárokat, úgy tűnik, ezt nem is bánják. Tehát ez az életforma azt jelenti, hogy nincs tévé. Nem baj. Nem baj. Nem igazán érdekel. De nézhettek tévét a barátoknál. Igen. És élvezitek, de nem hiányzik? Igen. És a legnagyobb öröm? Az, hogy együtt vagyunk. Jobban, mint egyébként lennénk. A tévé csak elválasztja az embereket. Igen, és jó közösségben élünk. Ha együtt vagyunk a barátokkal, az mindig családi esemény. Összejövünk pizzát enni, vagy bármit, ami akad a házban. Itt olyan családias minden, és mi ezt nagyra értékeljük. Van valami, amire vágytok? Egy félcsőre. Micsoda? Egy félcsőre. Sok fiú vágyik erre. Mi nem gondoljuk azt, hogy megváltoztatjuk a világot azáltal, hogy így élünk. De őszintén elgondolkoztunk azon, mit tehetünk másként, mint család. És még egyszer, ezen a környéken ne lepődjünk meg semmin, minden relatív. Maguk csupán egy család az ösvény mellett. Pontosan. Így van. A Napenergia negyed még mindig áll, és Soldiers Group változatlanul vonza azokat a családokat, akik harmonikusan együtt akarnak élni a természettel. De az újjáépítés történetének van egy másik oldala is. Vannak dolgok, amelyek működtek a Napenergiával kapcsolatban, vannak, amelyek nem. Az 1980-as évek közepén az üzemanyagárak stabilizálódtak, és a kormány már nem ösztönözte tovább a napenergia technológiát. Amerika elragadtatása elült, inkább a jövő víziójának tekintették. Soldiers Groupból a múlt erekéje lett. Újra szembe kellett nézniük a ténnyel, hogy ez egy alacsony jövedelmű gazdálkodó város. Ha a családi farmok bezárnak, eltűnik a gazdasági alap, mint Soldiers Groupban is. Az első napenergia város büszkesége a túlélésért folytatott küzdelembe fordult át. Sajnálattal hallom, hogy néhány rendszert nem tartottak fenn. Visszatekintve, másként is megoldhattuk volna? Hát persze. De a város akkoriban a pusztulás szélén állt, rossz állapotban volt, kenyeret sem lehetett venni. Nem volt gyógyszertár. Nem volt semmi. Ha jól értettem, a probléma akkor alakult ki, amikor beköltöztek az új tulajdonosok. És fontos, hogy az új tulajdonosok is tudják, hogy mit kaptak, és azt hogyan kell kezelni. Az elmúlt 30 év alatt az üzletek többször is gazdát cseréltek. Mivel nem értették a napenergiarendszer működését, sokan egyszerűen elhanyagolták. Mára a rendszerek többsége nem működik elég hatékonyan, vagy egyáltalán nem működik. Szívet szomorító tény ez a napenergia városának megteremtői számára. Egyszerűen rejtély, hogy a napelemeken kívül hogyan mondhatták fel a szolgálatot ezek a rendszerek. Mert a napenergia tetőtér nem más, mint egy száraz falazat, ami felveszi a fényenergiát, átvezeti a levegőt a tetőtéren, és elszállítja a szükséges helyre. Mi ütött ki balul?
Úgy tűnik minden és semmi. A problémákat elsősorban a félreértés és az érdektelenség okozza. Beszéltem ott egy épület tulajdonossal. Több bérleménye is volt. Nem tudom pontosan mikor, de egyszer csak úgy döntöttek, hogy lezárják odafent a napenergia ablakokat, mert a lakók panaszkodtak, hogy éjszaka hideg levegő áramlik be a napkollektorok ventilátorain keresztül. Nem kellett volna más tenniük, csak éjszakára lezárni ezeket a ventilátorokat, és reggel megint kinyitni, hogy a meleg bejöhessen a házba. De mivel nem magyarázták el nekik, hogyan működik a rendszer, és az új ház tulajdonos sem értett hozzá, lényegében megsemmisítették az egészet. Problémát jelent a napelemeken felhalmozódott kosz, és általában a karbantartás hiánya. Előfordult, hogy a fűnyírók vagy a hókotrók felrepítettek egy-egy követ, ami betörte az üveggyapott napelemeket, és ezeket sosem cserélték ki. Eredetileg létezett egy rendszer, ami meleg vizet pumpált át a napelemeken, hogy fűtse a házat. Ezt már évekkel ezelőtt elzárták. Nekünk semmi közünk ahhoz a projekthez. Azokkal a kollektorokkal már kezdetben is probléma volt. Alig egy hónapja szerelték fel, és már is gond volt velük. Az egyik ok, amiért mi csak passzív rendszereket alkalmazunk, nagyon egyszerű. Nem szabad csúcs technológiát, túl bonyolított elemeket alkalmazni, mert nincs, aki karbantartsa. Ott élnek az ország közepén. Ki menne oda megjavítani egy meleg vízkollektort? És ott van a tűzoltóság. Amikor kinőtték az épületet, építettek egy új garást közvetlenül a szolárablakok elé. Így a tél legnagyobb részében a nap nem hatolhat be a házba. Ha az emberek zöld közösségben, zöld házakban élnek, el kell magyarázni nekik, hogyan éljenek ott, hogyan működik a technológia. Ha van egy karbantartó csapat, tudniuk kell, hogyan működik az új rendszer annak érdekében, hogy rendesen javíthassák. Ha az emberek zavarba esnek attól, amit látnak, visszatérnek a régi viselkedési mintáikhoz vagy tudásukhoz. Kell, hogy legyen egy állandó technikai segítség arra az esetre, ha probléma merülne fel. Egy ilyen jellegű közösség szükség van egy kis szervizre, vagy valakire a város vezetői közül, akinek az a dolga, hogy megoldja az emberek problémáit, ha a rendszerük nem működik rendesen. Az egykori lapszerkesztő Bill Becker sokat tanult Soldier's Groove-ból. Sőt, ez a tapasztalat határozta meg élete következő szakaszát. Sokkal jobban érdekelt a közélet alakítása, formálása, mint az, hogy beszámoljak arról, hogyan teszik ezt mások. Tehát eljött egy pont az újságírói pályafutásomban, amikor azt mondtam, maradhatok a háttérben, mint szemlélő, vagy fejest ugorhatok az egészbe, mint cselekvő. Pályát váltott és elkezdett dolgozni az Energiaügyi Minisztériumnak, hogy segíthessen a Soldier's Groove-hoz hasonló gondokkal küzdő városoknak. Két várossal dolgoztunk, Valmeyer, Illinois államban volt az egyik, és a másik Pattonsburg, Missouri államban. Ezzel kezdődött az egész. Az 1993-as középnyugati áradások után Bill segített áttelepíteni ezeket a városokat. Segített a fenntarthatóbb, energiagazdaságosabb rendszerek kialakításában is. Az Energiaügyi Minisztériumban én lettem a települések megmentője, dolgoztam Kínában és Tájföldön is. Tagja voltam az úgynevezett B csapatnak. Hárman voltunk, akik elmentünk New Orleansba, hogy megszervezzük az egyik lepusztult peremváros újjáépítését. És most az újjáépített házakban már napenergiával fűtenek. Tehát kezd alakulni, lépésről lépésre, de kezd alakulni. A minisztériumon belül Bill segített átalakítani a napenergiával kapcsolatos politikát. Elszántsága sosem ingott meg annak ellenére, hogy Amerika többségét már nem érdekelte az egész. Az úgynevezett technológia bevezető programmal megújítható energiatechnológiákat akartunk elvinni a laboratóriumból a piacra. Ahol ma virágzik a napenergia technika, többek között Gilroy városában, Kaliforniában található. A környezetvédelmi aktivista Chris Scott indította be a folyamatot, miután háztartásbeli lett. Bízott abban, hogy Gilroy legalább annyira ismert lesz napenergiájáról, mint a fokhagyma termesztésről.
Nem ingatlanfejlesztőként kezdtem. Egyszerűen fontosnak tartottam a környezetvédelmet. Én voltam az itteni környezetvédők főnöke, és folyamatosan kerestem a módját, hogyan tehetném szebbé, jobbá a környezetet az egész közösség számára. És többé-kevésbé meg is tettem. Meg akartuk mutatni az ingatlanfejlesztőknek, hogy ez nem is olyan nehéz, és azok, akik házat vettek, örömmel fogadták a dolgot. Mike és Kelly Benek több mint egy éve költözött be Chris egyik házába. Bár az otthonuk pontosan úgy fest, mint sok más új ház, egy sor napelem található fent a padláson. Ezek a fotovoltaikus elemek a napenergiáját közvetlenül elektromossággá alakítják. Két gyerekünk van. Szeretjük, ha a házban kellemes hőmérséklet uralkodik. Van légkondicionálónk, ami szinte egész nyáron megy, és a számlánk mégis úgy havi $10. Ez itt a napelem sor digitális leolvasója. Ezzel láthatjuk, hogy naponta hány kilowattóra energiát termelünk. Amikor megvettük, csak nem minden nap ide jöttem. És megnéztem, hogy mennyi energiát termelünk. Soldiers Grove példájából megtanultuk, hogy a rendszereknek könnyen kezelhetőnek és fenntarthatónak kell lenniük, ahogyan azt már mindenki megszokta. A mai technológiák kezdenek felnőni a feladathoz. Kicsit féltünk a napelemektől, de remekül beváltak. Nem kell velük törődni, még tudni sem kell róluk sokat. A lényegük, hogy az ember minden hónapban nagyon sok pénzt megspórol. Soldiers Grove megmutatta, hogy a szolár technológiának megfizethetőnek kell lennie ahhoz, hogy használjuk. A szilíciumvölgyben sok vállalat megértette a leckét. Új napelemeket fejlesztettek, amelyek olcsóbbak és hatékonyabbak, mint bármelyik előtte. Az egyik cég megoldása az volt, hogy mikroszkopikus részecskékből kifejlesztette az úgynevezett szolárfestéket. Ez egy optikailag és elektronikailag aktív festék, ami nanorészecskékből áll. A nanoszolár kialakított egy rendszert, amellyel a szolárfestéket fel lehet vinni vékony fóliákra is, amely sokkal könnyebb és olcsóbb, mint a napelemek gyártásának bonyolult hagyományos módszere. A vékony filmrétegből álló napelem előnye, hogy szinte minden felületre felerősíthető, például beboríthatjuk vele a tetőt, mint egy tekert zsindellyel. Az emberek kezdik felfedezni ezt a terméket. A nanoszolár fejlesztése 2007-ben a Popular Science magazinnál az év innovációja díjat kapta. Ezzel megverte az iPhone-t is. A nanoszolár első napelemeit 2007. decemberében szállították le egy közművállalatnak. A termék nagy jövővel rendelkezik, de vannak még lehetőségek a további fejlesztésre. Az iparág számára ez egyet jelent a Szent Grál megtalálásával. Elérhetővé vált a hálózati áram költségszintje, ami körülbelül 8 cent kilowattóránként. Ha ezt a szintet elértük, akkor kezdődik az igazi verseny, ahol a napenergia nem csak a fosszilis, de az atomenergiával is vetélkedhet. És a jövő napenergia városai? Manapság ezeket az egyetemi hallgatók tervezik. Az Energiaügyi Minisztérium másik programjában a diákok Washington egyik főutcáját a National Mall-t napenergiával működő otthonok bemutatójává alakítják át. A harmadik Solar 10 próbát 2007 őszén tartották. Az új légkondicionáló rendszerünk lényege, hogy a külső egységbe meleg víz áramlik, azt lehűti, és a hideg vizet keringetjük a házban a levegő hűtésére. Az egyetemi csapatnak 2 évre volt szüksége ahhoz, hogy olyan házakat tervezzen és építsen, amelyek maguk termelik a fűtéshez, hűtéshez, főzéshez és mosáshoz használt energiát. A házak az egyetemen készültek el és darabokban szállították Washingtonba. A témánk fénnyel fenntartani az életet. A maximális természetes fényt szeretnénk biztosítani az otthonokban. Az egyik anyag, amit felhasználunk, az aerogél, aminek magas a fényvezető értéke, és különlegesen áttetsző, mivel 95%-ban levegőből áll. A TMBI ház azt jelenti, hogy teremtsünk mindenki számára bőséges jövőt. Minden, amit felhasználtunk, beszerezhető az áruházak polcairól. A háztulajdonos, ha akar, kihagyhat részeket, de megvalósíthatja akár az egészet is. Az otthonokat a napenergia innovatív felhasználása, a komfort szintje és a piac képessége alapján bírálják el. A célkitűzés azonos volt minden háznál. Élhető otthon teremteni, ami bemutatja a szolár technológiát, de egyidejűleg azt is megmutatja az amerikaiaknak, hogy ez számukra is megvalósítható.
Mindent megtehetünk, amit egy átlagos otthonban is megteszünk. Csak épp elektromos hálózat nélkül. Forró vízzel tusolhatunk, naponta többször is. Fel is lekapcsolhatjuk a villanyt, vacsorát főzhetünk. Amikor egy napig vagy egy hétig nincs napfény, az energiát elemekben tároljuk a ház alatt. És 3-4 napig teljes kapacitással működhet minden, gyakorlatilag napfény nélkül. Ezek a diákok hiszik, hogy az olyan napenergiavárosok, mint Soldiers Grove, hamarosan általános életformává válnak. 4-5 év múlva ezek a fajta napelemek minden otthonban megtalálhatóak lesznek. Általánossá válnak, a szomszédnak is ilyen lesz, és már nem azt mondják, hogy hey, vettem egy Cadillac-et, hanem azt, hogy vettem új napelemeket. A szolár technológia sebesen fejlődik most is, így a dolgok folyamatosan hatékonyabbak és olcsóbbak lesznek. Az emberek számára már most is megvalósítható, hogy az általunk épített ház egyes elemeit saját otthonukba is beépítsék. A napenergia azért van, hogy éljünk vele. A technológia fejlődik, és a befektetett pénz is egyre nő. Képzeljék el azt az érzést, amikor bekapcsolják a rendszert, és tudják, hogy leváltak az áramhálózatról, és saját energiával működik a házuk. Ha Amerika valóban a szabadság hazája, akkor ez valóban egy szabadabb érzés. Miatt Soldiers Grove sem merült feledésbe. Wisconsin állam megrendelt egy tanulmányt, amely feltérképezi az összes rendszert, amit itt használtak. Tom Wilson energiaipari szakértő vezeti a felmérést. Oda akartak menni, és tényleg megnézni, hogy ezek az épületek mennyire maradtak fenn, mi az, ami működik, és mi nem. Működésbe lehet-e hozni ezeket a rendszereket annak megfelelően, ahogy megtervezték őket? Vagy van-e lehetőség a fejlesztésükre, esetleg aktív szolárral, fotovoltaikus elemekkel, áramfejlesztő rendszerekkel? Elkísértem Tomot, amikor tanulmányozni kezdte ezeket a rendszereket, beleértve az elhíresült tűzoltóállomást, amelynek rendszerét az új garázs leárnyékolta. Épp méréseket végzek, így geometriailag is felrajzolhatom a nap beesési szögét a különböző napszakokban. A fal egyes részeit körülbelül innen lefelé egyáltalán nem éri napfény, inkább csak engedi kiáramlani a hőt. Így el kell gondolkoznunk ennek a felületnek a szigetelésén. Esetleg be kell vonnunk valami fedőréteggel, mivel már nincs értéke. Ez a felület itt még működik. A tűzoltóállomás tehát még megmenthetőnek látszik, de milyen állapotban van a város többi rendszere? Az egyik dolog, ami akadályt jelenthet, ez a fakulás itt. Látja, kicsit érdessé vált több helyen is. Úgy gondolja, hogy ezeket az elemeket rendszeresen cserélni kell? Nos, nem feltétlenül kell cserélni, de karban kell tartani őket. A hőleadást viszonylag könnyű megmérni. Tom infravörös kamerát használ a problémás helyek ellenőrzésére. Ebben az esetben például a burkoló felület melegebb, mint a mögötte lévő falazat, az pedig melegebb, mint az alumínium távtartók. Ez azért van, mert a falazatot éri a külső hőmérséklet, míg a burkolat viszont befogja a napenergiát, és így felmelegszik. Ha oda teszi a kezét, érzi a hőmérséklet különbségét. Ennél hétköznapibb feladat a tanulmányhoz kapcsolódó papírmunka. Közel 30 év energiaszámláit vetették össze az éghajlat jelentésekkel. A csökkenő hatékonyság után kutattak. Reméljük, hogy ha a lehető legtöbb rendszert össze tudjuk szedni, és összeállíthatunk egy csomagot a háztulajdonosoknak, ami vonzóvá teszi nem csak a meglévő rendszerük javítását, finom hangolását, de a tovább lépését is, valamilyen aktív vagy fotovoltaikus rendszer felé. A napenergia városa, mint meg annyi más, új korszakba lép. Már sokan használják a napot energiaforrásként, a technológia, valamint az alkalmazások pedig állandóan fejlődnek. Could this
Példaként szolgálhat ez a város más közösségeknek is? Szégyen lenne, ha nem így lenne. Nem is történhet másként. Az energia megőrzés megvalósítása, az újrahasznosítható anyagok felhasználása nyerőpáros ma is. Sőt, ma még inkább. Tom Hirsch visszatért a privát gazdaságba, miután befejezte munkáját a Szolárvárosban. Most egy kis tervezővállalatot irányít a Wisconsini Madisonban, 90 mérföldre keletre Soldiers Grove-tól. 1982-ben jöttem el, mikor az áttelepülés már szinte teljesen befejeződött. Helyes volt, hogy én, a kívülálló, eljöttem, és a közösség a saját projektjeként folytathatta az építkezést. Rodney és Sidney Wright továbbra is élhető épületek és községek fejlesztésével foglalkozik. Ma Kentuckyban élnek egy közel zéró káros anyag kibocsátású otthonban és irodában, melyet maguk terveztek. Elsősorban lakásokat tervezünk. És egy sor gyerekintézményt is. 55 gyermekintézményt Soldiers Grove óta, és 350 otthont szerte a Középnyugaton. Évente 3-4 épületet készítünk. Mindegyik passzív szolárrendszerű, és mindegyik nagyon energiahatékony. Bill Becker otthagyta az Energiaügyi Minisztériumot, hogy az elnök klíma akciós projektjét irányítsa. Ha energiaválság van, vagy nőnek az árak, az emberek elkezdenek foglalkozni az energiatakarékossággal. De nekünk nem szabad elfelejtenünk a leckét, fenn kell tartanunk az emberek érdeklődését a hatékony és megújítható energiafelhasználás iránt. Át kell építenünk a gazdaságunkat, mielőtt esetleg megszűnnek a bizonytalan és véges források, mint az olaj, a szén és a gáz. Becker szerint a Soldiers Grove-ban szerzett tapasztalat volt a legjobb tanára. Megtanultam, hogy sohasem szabad alábecsülni az emberek hajlandóságát és képességét a fejlődésre, a változtatásra, az alkotásra és a bátorságra. Lenyűgöző volt látni ezeket az embereket, ahogy elhatározták magukat, hogy elköltöztetik a várost és felépítik az ország egyik leginnovatívabb közösségét. Csodálatos dolog volt, mert reményt adott, hogy az emberek változni és alkotni tudnak. Ki tudnak törni a régi megszokásaikból és képesek az új minták elsajátítására. És ez a remény kísért végig egész karrierem során. Köszönet minden elmének, melynek volt bátorsága álmodni, minden kéznek, mely segített megvalósítani az álmot, és minden léleknek, mely táplálja majd az eszmét. Az emberek együttműködése jobb életet teremthet. Soldiers Grove márványtáblája 1983. augusztus 7. A magyar változatot az Ozone Network megbízásából a Pannonia Sound System készítette.